Anya, most van időm egy kevés, segítsek, kell valamit segítenem? Mondjad, fiam, jaj, dehogy is nem kell, menjél be nyugodtan pihenni, elboldogulok én egyedül, köszönöm szépen azért. Hagyjad, menjél tényleg be, nem kell. Hát, jó van, anya, csak gondoltam, megkérdezem, de akkor mehet be tanulni. Nem hiszem el, hogy állandóan kell. Oj, komolyan mondom, ez egyik se segítene. Elegem, hogy állandóan mosogatnom kell, ezek soha nem segítenek semmit. Kezd betelni a pohár, komolyan mondom, szítve nem az összes te fejét, ha még egy poharat kivesz az ekrényből. Na nézzük, hogy milyen jegyei vannak az e-naplóba beírva. Aha, itt is van. Hogy mi bajod van? Ketteseid vannak, az most kezdődött az iskola? Most szétverem a fejedet, mi az, hogy ketteseket kapott már a harmadik héten, vagy a negyedik, vagy mit tudom én már? Mi az, hogy kettesei vannak? Szétverem a fejedet most az, ó Istenem, már megint felidegesít ezek mellett, egy ló nyugtató nem lenne elég. Szétverem a fejét. Csacsi, üljél le most azonnal! Kérlek, csak mi a baj? Mi a baj? Hogy mi a bajom? Tudod mi a bajom? Az, hogy kinyitom az e-naplódot és meglátom, hogy ketteseid vannak beírva? Majd látom, hogy ketteseid vannak, azt itt vagyunk, hogy most kezdődött az iskola? Engem nem fog sírba vinni, kölyök, elpofáztam neked, hogy a TikTokozás és a YouTube-ozás helyett inkább tanulnod kellene, és ne hozzá rám szígyent. Nem elmondtam neked? Elmondtam neked, mert szétverem a fejeden. Elmondtam neked, még a csecsem is lecsúszik. Elmondtam neked azt, hogy tanuljál, és ne hozzá rám szígyen, nem elmondtam neked? Komolyan mondom, ne, egy lónyugtató nem lenne mellétek elég. Egy lónyugtató. Pofám leszakad. Nem kérdettem engem, én elköltözök itt hova, és nem érdekel. Hova mész, te fiú? Hova mész? Elmondtam neked, hogy az utolsó szó mindig az enyém, nem a tiéd, az enyém. Elpofáztam neked azt is, hogy segítsél nekem, de te már rögtön költözöm, mert fel vagy háborodva. Hát mindjárt úgy elköltöztetlek, hogy a baj is rád jön. De nem baj, akkor költözél nyugodtan, az pénz nincs. Hát nehogy már azt gondolt, hogy majd neked fogom küldeni a pénzt, meg miből mész te el? Miből mész? Jó, anya, nem érdekel, el fogok költözni, mert elegem van most, mert állandóan csak csesztesz, hogy ezt csináljam, azt csináljam, aztán meg... Hagyjál engem békén, menjél kifelé! Most neked komolyan az a bajod, hogy megkértelek arra, hogy szedd ki a szállítóból a ruhát? Most neked komolyan az a bajod? Ennyire nem méltatsz arra, hogy kiszed nekem? Tehát nehezedre esik, vagy mi van veled? Tehát nehezedre esik. Most már álljál le! Tán leesik a gyűrű az ujjadról, vigyázzál! Na szia anya, megjöttem! Mizu, hanycuk! Mit csinálsz? Na hello fiam, milyen volt ma az iskola? Jó volt! Csak ruhákat terített, milyen volt az iskola? Jó volt! Na jó van, és mit csináltatok? Hát írtunk témazárót. Jó van. Na menjél már most, öltözök én is, meg szerem ezt a szájtot, azt majd beszélünk. Gyere csak vissza egy kicsit! Mondjad, anya! Mi ez a bagószabb, kölyök? Mi ez a bagószabb? Megint büdös vagy? Megint cigiztél? Elpofáztam neked, hogy nem cigizel, amíg itthon laksz! Nem elpofáztam neked! Most azonnal takarodjál az fülő, gyere olyan vagy, mint a bűzpompa, mert a papucsod a fejedet! De nem szint! Szétveri a fejemet. Mi az anyját tört már el? Csacsi, mit törtél szíjjel a... Jaj, drága jó Istenem, a poharat szíjtörted, amit most vettem 6 darabosat. De anya, véletlen volt. Kicsúszott a kezemből. Nem érdekel, érted? Most vettem a poharakat. Nem érdekel, te mindent rongálsz, és semmire nem figyel. Takarítsd össze, vagy a fejedet szétverem. Nem hiszem el, hogy még mindig alszik. Kölyök, fent vagy már? Menni kéne iskolába? Mi az anyját csinál már, hogy mi most se kellett fel, most szétverem a fejét? Nyugodjál már, felöltöztem, csak fáj a hasam, nem maradhatnék esetleg itthon. Hát drága fiam, pont leszarom, hogy neked mit fáj, most azonnal takarodjál ki fel, azt menjél iskolába, mert múlt héten is hiányoztál 2 napot, engem leszarom, hogy mit fáj, nekem is sok minden fáj, mert a sírba visztek állandóan, húzzál ki fele, összekészítettem neked a reggelit, és menjél iskolába. Hát mit gondoltál, te azt hiszed, hogy megint itthon leszel?
Hát Erzsi vagyok, nem hülye, bazd meg! Mondom, így takarítani, mint valami idióta, ezek után állandóan, még vasárnap sincs nyugtom, mert ezek idióták, komolyan mondom. Hát anya, nem. Mi van? Kiparítottam a kakaót. Hogyha jó Isten, nem hiszem el, most takarítottam kifelé, kölyök, most takarítottam ki, te megint idióta vagy? Most azonnal takarítsál össze! Nem hiszem el, most takarítottam ki, azt kiborította a kakaót, tehát akkor menjél, azt kakáld össze magad, kakaó! Ha nem hiszem el! Hogyan jó Isten, most azonnal takarodjál befele, mi az, hogy megérztesz engem, mi az, hogy megérzed, a szívrohamot hoztad rá? Hát hülye állat vagy, te idióta borom állat! Hát a szívrohamot hozod rá, most azonnal menjél befele! Jó van már, anya, csak hülyéskedtem. Nem érdekel, hogy hülyéskedtél, tudod kivel hülyéskedjél, aki Szopi néni éte. Sziasztok! Szia, szia! Hogy hívnak? Már nagyon ismerős vagy nekem. Hát, Komjátiné, Böbe vagyok. Szerintem onnan ismersz, hogy tiktokozok, és de szerintem lehet, hogy ott láttál akkor, nem? Vagy valószínű, nem? Igen, igen, szerintem ott láttálak valahol. Hívatlak Erzsinek? Neked Böbe, nem Erzsi, Böbe, rendben? Rendben, akkor Böbe. És milyen dalt hoztál most nekünk? Hát igazából sokat gondolkodtam rajta, mit lehetne hozni erre a műsorra, és arra gondoltam, hogy bemutatnám a kedvenc zenémet, az Álomhajót. Hát eléggé összetett zene, nem tudom, hogy te képes leszel rá, de nagyon drukkolunk neked, és sok sikert hozzá. Köszönöm, köszönöm szépen, akkor kezdem is. És bocsánat, még annyi lemaradt, hogy én csak fülessel tudom elénekelni, szóval remélem ez nem jelent gondot. Hát, ahogy gondolod, Erzsi, illetve Böbe, de szerintem ez így nem lesz jó. Na mindegy. Álmod, hogy vakit a fény, tombol a nyár, e föld tekint, ne érdekeljen, ha esik a hó. Megjarani visz az álomhajó. Igen. Most mi a baj? Nem jól énekeltem? Vagy mi a probléma? Hát figyelj, ez olyan szinten vállalhatatlan volt, hogy még szavakat sem tudok kimondani, úgyhogy inkább mutatom. Ne haragudjon, de egyébként neked sincsen jó hangod, és nem is értem, miért vagy a zsűriben, tehát hogy nem is értem, mit keresel ott, és pont velem kötekszel, aki a legjobban tud énekelni, pont velem, mert átugrok. Na figyeljen csak ide, Erzsi, nem a seggéből rángattak ki, úgyhogy menjen szépen haza, gondolkodjon el, nézze vissza, hogy énekelt, mert vállalhatatlan. Azért egy fokkal én jobban éneklek. Nekem sincsen hangom, de ilyen rossz hangot még soha az életben nem hallottam. Mennyi csaja haza magadnak, mennyi! Csicskán! Aki dobálja! Csacsi, mit akar ez? Haló? Mondjad, mit szeretnél? Lekésted a busz? Hát pont leszarom, hát gyere a következő, hát nem gondolod azt, hogy érted megyek? Hát nem vagyok a csicska! Most éppenséggel a testvérednek szedem a kaját, hogy legyen mit ennél? Nem megyek, érted? Nem, leszarom! Senki nem mondta, hogy késd le a busz! Hát tudod, kit nézél, te hülyének? Nem, gyere, nem érdekel! Csacsi, engem nem érdekel, hogy jó lesz a kaja, kislányom? Igen, köszönöm, anya. Jó, nagyon szívesen. No, tehát nem érdekel. Hát Erzsi vagyok, nem hülye, bazd meg. Nem fogok utánad rohangálni. Nem érek rá. Van nekem más dolgom is. Gyere a következő, ne a szevasz.
Idióta! Hát felidegesít! Mondjál már erre valamit! Mit tudsz erre mondani? Semmit. Na, nem ezt mondom! Egyél te is! Na mondjad, kisfiam, mit szeretnél? Mondjad, hallgatom, mondjad. De nem akarom, hogy ideges legyél. Annyit szeretnék mondani, hogy szeretnék csinálni, vagyis hát nem szeretnék, hanem fogok csinálni egy tetoválást az alkaromra, de nagyon jól fog kinézni. Csinálsz tetoválást? Ne idegesítsél föl! Nekem biztos, hogy nem, amíg itt laksz ebben a házban. Biztos, hogy nem fogsz tetoválást csinálni, mert esküszöm neked, hogy a fejedet szétverem. Jaj, drága jó Istenem, nekem biztos, hogy nem csinált azt tetoválást. Ne idegesítsél fel útközben, miközben vezetett, mert belehajtok egy villanyoszlopba. Csi, ne idegesítsél fel, nekem nem fogsz csinálni tetoválást, még hogyha kicsi se lesz, akkor se. Nem fogsz szígyeníteni, nem leszel a család szígyene. Hú, majd... Szia anya, megcsináltattam a tetoválást. Nem, azt nem lehet, ugye nem csináltattál tetoválást kölyök, ugye nem csináltattál, mert esküszöm neked! Én ezt nem bírom! Mutasd meg, mit csináltál, mutasd meg! Tessék, itt van, megmutatom, tessék! Tessék, itt van! Jaj, drága jó Istenem, az én nevemet irattad a kezedre, az én nevemet irattad a kezedre, hát nem hiszem meg, hogy mondom, mit fog hozzászólni a barátnő? Mit fog hozzászólni a barátnő, hogyha meglátja, hogy Ersi vagyok, nem hülye, az lesz rajta? Mit fog hozzászólni? Hát én nem hiszem meg, hogy mondom, Diliászba kötök ki! Srácok, szerintetek a szomszéd mit gondol erről? Lehet azt hiszik, hogy valaki ölnek! Megyek! Kiröhögöd anyádat! Kiröhögöd! Szia anya! Ne haragudj, de... Egyes lett a matekom. Ezt nem mondod, komolyan nem! Úristen, az nem lehet! Hát, hogy írtál egyes, mikor 2 hétig azt tanultunk? Nem! Én kapok szívrohamot! Mi az, hogy egyes kaptál? Mi az, hogy egyes kaptál? Nem! Nyugodj le, Ersi! Nem, az nem igaz! Hát nem hiszem, hogy ilyen idiót! Takarodjál be fel a szobájba most azonnal! Piros volt a paradicsom, nem sárga! Magyarország előre, nem hátra! Anya, figyelj már, kitaláltam, hogy mit szeretnék karácsonyra. Szeretnék egy iPhone 13 Pro Maxot, szeretnék egy MacBookot, a 2022-est, ami majd jövőre jön ki, és szeretnék még, hát nem is tudom, mit akarok még. Pafant! Áj, jaj, drága jó, most én meg is szédültem. Áj. Én tudod, mit szeretnék? Nyugalmat! Tudod, mi az, hogy nyugalom? Az, hogy egy hónapi békén hagysz. Egyébként ez nem olyan sok szerintem, úgyhogy szerintem ne legyél ideges, mert ez körülbelül egy ilyen 1,5 millió forintos tételről. Na jó, 2 millió forintos tételről van szó, de szerintem ez nem sok. Hát drága fiam, te hülye vagy! Szerinted honnan veszek ki 2 millió forintot? Innen kiveszek 2 milliót, vagy kikakálom, vagy mit csinálok 2 millió forinttal? Na menjél már befele, ne idegesítsél! Ne...